Az idő bár télies lett, de a nap süt, ezért kabát, sapka, sál, napszemveg minden kell, mint Mórickának. Még egy olyan sajtóeseményre is, mint amit a Kia tartott itt a Dalarna Gardenben Szentendre mellett, hogy a mögöttem látható hatalmas EV9-et bemutassa itthon Magyarországon. Egy 30 illetve 33,5 millió forintos elektromos autóról beszélünk, ami a Kia flottáján belül abszolút a csúcsot képviseli, mind akár teljesítmény, mind akár felszereltség, mind technológia terén. Csak kérdés, hogy Magyarországon lesz ennek az autónak piaca. Kifizet ki egy már Budapesten is nagyjából fél lakásnyi árat, ha az agglomerációt vagy éppen a videket nézzük, akkor pedig ebből már komoly, hatalmas házakat lehet venni. Egy ilyen összegű autónál már valószínűleg a tulajdonosnak bőven van több ingatlanja, csak hát ez az autó azért rengeteg kérdést felvet. Megnézem most így a sajtótájékozata után, hogy milyen külsőleg, milyen belsőleg mesélek róla, illetve megosztom a tapasztalataimat is az autóról, mert nem volt sok idő, szóval inkább ez csak egy ilyen specifikációkat felsorol első benyomásos videó, amit fogadjatok tőlem szeretettel. Na kérem szépen, a Kia EV9 ugyanarra az EGMP platformra épül, amit a Kia már alapvetően az EV6 óta használ, ez egy tök jó moduláris platform. 6 vagy 7 üléses kivitelben kapható a Kia EV9, előbbi esetben akár Relax Lounge csomaggal is fel lehet szerelni, bizony olyan kényelmet nyújtva akár a hátulülőknek is, hogy amikor töltjük az autót, akkor lehetőség legyen elfeküdni, és picit talán pihenni is, mert azért bizonyos csatlakozókon sok órát kell a töltőnél rostokolni, a DC-nél ennél sokkal jobb a helyzet. Egy 5010 vagy 5015 mm hosszúságú, tehát több mint 5 méteres hatalmas hodáról beszélünk, óriási orrrészsel, tehát csak tolja maga előtt a levegőt, ennek ellenére szerintem a 0,28 százados légelenási együttható teljesen jó értéknek számít, persze ennél azért már láttunk jóval jobbak, csak nem biztos, hogy ebben a méretkategóriában és szegmensben. 3100 mm-es a tengelytáv, ezért is férbe ennyi ülés. A Kia pedig nagyon büszke arra, hogy még a harmadik ülés sorban is milyen kényelmes a lábtér, hát majd ezt meg is fogom mutatni. 226 cm a szélessége tükrökkel, ami pedig szuper, a jó légenállás együttható mellett, hogy ezek a hatalmas gumiabroncsok olyan hangenyelő habbal lettek ellátva, hogy menet közben a menet zaj minimális. Egyébként is vezetés közben az a tapasztalatom, hogy egy nagyon jól irányítható és rendkívül csendes monstrum ez, mint hogyha egy prémium autónak a felső kategóriájában ülnénk, nyilván ennyi pénzért már az ember el is várja azért. És egy picit, ha hátrébb megyünk, akkor látszik, hogy most kiemelkedtek a kilincsek, az ajtókból, mert egyébként ezek besüppednek, ezzel is csökkentve a légelenási együtthatót, és még mielőtt azért a hátulját teljesen megmutatnám nektek, látszik az a klasszikus végig végigfutó műanyag sáv, ami csökkenti egy kicsit a magasságot, viszont nem feltétlen követi a kerekeknek az ívét, a kerékjárati ív, az aja még igen, de a teteje egy kicsit szögletesebb, ami viszont magának az autónak a konstrukcióját, illetve formatervét már jobban követi. Eléggé szögletes, eléggé markás design az, ami jellemző erre az autóra, és itt a jobb oldalán lehet tölteni. Ráadásul V2L képességgel is rendelkezik ez a Kia EV9, tehát akár más dolgokat is tölthetünk, üzemeltethetünk róla. Fölkapcsoltam a hátsó menetfényeket, mert csillagképet mintáznak a Kia szerint. Ráadásul volt egy tök jó szöveg, hogy a hátsó lámpák mutatják a mögöttünk jövőknek, hogy merre van az igaz út. Hát, hogy ez mennyire van így, az jó kérdés, de nem néz ki rosszul hátulról sem. Sőt, nekem egy picit talán jobban tetszik, mint az EV6. Itt van a felirat hozzá, egy minimális diffúzor, ez a kék fényezés baromi jól néz ki, de van fehértől kezdve, matfestésig, minden. És talán erről csillan meg a legjobban a fény, és innen mutatja meg legjobban, hogy a lemezeket mennyire jól élejre vasalták, Szerintem azért ezek a kis törésvonalak jól állnak ennek az autónak, a szögletes dizájn pedig hát persze egy ekkora autónak szintén. Na de nézzük meg a csomagteret, nyilván egy elektromosan nyíló csomagtér ajtóról beszélünk, és nem csak azt láthatjuk, hogy mennyi minden fér el ide, mert rengeteg, hanem például, hogyha felnyitjuk a harmadik üléssort, akkor nagyjából ennyi lábtér marad, hogyha teljesen szinte hátrahúzzuk a másodikat, de ott akkor fejedelmi a kínálat. Azt viszont előrébb tolva már is nem csak két kisgyerek fog itt elférni, hanem akár két darab felnőtt is pohártartóval, akár ülésfűtéssel, különböző beállításokkal, USB csatlakozókkal, mert itt azért mindent oda tett a Kia, hogy ez megfelelő legyen. És ha már itt tartunk, akkor be is ülök a második ülés sorba a kilincseket így amúgy tök jó nyitni, tehát ez azért a kényelmesebb verzió, nem az a kis pöcök, amit kinyitunk. Hát látszik itt, hogy még mennyire sokat lehet mozgatni ezt az ülést, és ez is már mennyire kényelmes. Gyönyörű a beltér, baromi impozáns, és szerencsére a kiánál gondolkodtak, hogy azért legyen egyszerre modern, de mégis használható a beltér. Két darab 12,3 incses kijelzőt találunk, egyiket a szemünk előtt, a másikat pedig itt középen, a kettő között pedig ott leledzik az 5,3 dincses dedikált klímavezérlő panel, majd előrébb ülök és akkor megmutatom. Az anyaghasználat pazar, hangulatvilágítástól kezdve itt minden van, azon a kijelzőn ott középen láthatjuk a panorámakamera rendszernek a képét is, és rengeteg fizikai gombot is felelhetünk, akár a kormányon, de még itt a klímavezérléshez is kapunk a legfontosabb funkciók eléréséhez néhányat, ott pedig a főmenüpontokat kapjuk meg már érintés érzékeny panelnek a jóvoltából, és itt látszik az a relax ülés, amikor teljesen hátradöntjük az üléseket, akkor még combtámaszt is kapunk, tehát nyugodtan pihengethetünk. Na de még gyorsan előre ülök, mielőtt mesélnék az autóról, annak a teljesítményéről, vezethetőségéről, hiszen láthatjátok így legalább közelebbről is a történetet. Azért itt is vannak még fizikai gombok, kijelző, és tessék, lássék, itt van a műszerettségünk, minden tudunk innen vezérelni, különböző információkat láthatunk, van figyelő az villogít, pohártartó is akad, szerencsére elég nagyok, lejtmenetvezérlés, panoráma kamerarendszer, látszik, hogy mi van itt az autó mellett mögött, ilyen haptikus gombbal működik ez amúgy, gyors a rendszer, nyilván is rengeteg különböző funkcióval kecsegtet, itt van maga a klímavezérlő panel, mondjuk ezt én annyira nem szeretem, és szerintem ide nem is olyan kényelmes, tehát innen ülünk, azért oda nem tudunk oda szóval ezt nem tették túl jó helyre, azért valljuk be, viszont ez a hangulatfény, ez a rengeteg újrahasznosított anyag, mert ahogy a vágóképen láthatjátok, eszméletlen mennyi mindent újrahasznosít már a Kia. USB csatlakozókat itt is felfedezhetünk, szóval a beltér ilyen, és akkor még nem is beszéltem erről a nyitható panoráma tetőről. Ez jó hír, de sokkal inkább fontosabb szerintem, hogy mit tud az autó teljesítmény terén. És ehhez én kijövök, és vissza fogok fordulni az autónak az elejére. Ugye kétféle kínálat van, az egyik esetben 203 lóerőre és hátsókerék meghajtásra számíthatunk, ez 563 km-es VLTP szerinti hatótávot jelent, 7 személyes kivitelben is kérhető, és 9,4 másodperc alatt gyorsul nulláról százra. A sokkal erősebb variáns már 384 lóerőt kínál összkerékhajtással, 505 km-es VLTP hatótávval és már 5,3 másodperces 0 as sprinttel. Az egy komoly teljesítmény azért egy 2,5-3 tonnás monstrumtól, nem? Szerintem igen. Akkumulátorkapacitás kapacitás terén viszont nincs differencia, 99,8 kWh mind a két esetben, és akár 2500 kg-nyi fékezett utánfutót is maga után tud húzni a kocsi. Töltés szempontjából pedig 210 kW a DC, és sajnos csak 11 kW az AC töltés. Azért itt szerintem megfigyelhetőek azok az apró részletek, amik színesítik a kiának az elejét, főleg ezek a kis aprócska ledek, amik bizony fényszoróként funkcionálnak, itt van maga a menetfény, ez is jól néz ki. Sok az ilyen befalazott dekorelem, nem mindegyikre mondom azt, hogy szép, meg nyilván nem kell ennek a rendszernek olyan hűtés, mint a belső égésű erőforrással szeret modelleknek, de tekintét parancsoló az tuti. Elől megferzon, hátul pedig Multilink a felfüggesztés, a forduló kör 12,4 méter, tehát kell neki azért hely ennél a kanyarnál, és azért majdnem úgy éreztem, hogy nem tud befordulni az autó, de mégis megtette, és elől hűtött tárcsafékek, hátul pedig normál tárcsafékek lassítják a kocsit, hát nyilván ide már a dofféket azért elég necces lett volna berakni, nem biztos, hogy elég lett volna. Vannak különböző extra szolgáltatások, plug and charge, tehát Ionity-hez például és mindenféle azonosítás nélkül azonnal indul a töltés, kvázi mint a Tesla-nál. Hát csak meg is tudjuk fizetni ezt az autót, mert 30 millió forint az alapára, és 33,5 millió forint az erősebb kiviteli összkerék meghajtással. Kíváncsi vagyok, hogy erre mi a véleményetek. van -e ennek piaca, tényleg van -e egy fél lakás autónak piaca, ami 400 kilométert biztos majd elmegy azért, télen lehet, hogy csak 350-et vajon ezt a felhasználók és az ennyi pénzt kivizetők lenyelik-e, vagy inkább vesznek egy Tesla Model Y-t, Porsche taycan használtam, mert már az is egyébként így 70 ezer európont pont Horváth Andrással beszélgettük itt a sajtóeseményen, vagy éppen valaki inkább egy ekkora monsumra vágyik, és ezzel szeretné a családját elszállítani. Hát írjátok meg kommentben, én pedig köszönöm szépen nektek a figyelmet, egy kicsit ilyen mafiózósan, sapkában mindenben elköszönök tőletek. Ez volt a Kia EV9-nek a bemutatója. Még egyszer nézzetek így rám, mint egy Selfit nyomnék, és majd jövök február tájéken a rendes bemutatóval. Szép napot kívánok mindenkinek, várom a kommenteket, sziasztok!